Fejér megye legjobb tanulói és sportolói gyűltek össze a Fejér megyei Diáksport Egyesület díjátadó ünnepségén a megyeházán, hogy átvegyék díjaikat. Botonda kézilabdában próbálja a maximumot nyújtani, az edzések mellett pedig jól tanulni. Nehéz így tanulni, mivel hazaérek az iskolából, azért megcsinálom a leckét, még tanulok edzés előtt, elmegyek edzésre, utána hazaérek, utána még tanulok, és utána meg pihenek. Idén összesen 20-an részesültek díjazásban a megyében tanuló diákok közül. Laki Boglárka ötusázóként jeleskedik, 8. osztályosként, mint mondja, még könnyen tanul az általános iskolában. Tanulmányi versenyeken nem nagyon szoktam elindulni, mivel időm sincsen az edzések miatt. Hát a tanulmányi eredményem az jó, kitűnő jeles, mind a 8 évben. A sportolásom is most ebben az utóbbi években egyre jobb és jobb lett, fejlődtem sokat. Most az utóbbi évben országos bajnokságon is megnyertem, illetve csapatban is jó helyezéseket értünk el. A díjakat évről évre átadja a Fejér megyei Diáksport Egyesület. 2022-ben 32 pályázat érkezett a szervezethez. Szeretnénk, ha az a logisztika meg elme futtatás menne, ami volt régen is az ókorban, hogy épp testben, épp lélek, tehát az elme is palérzódjon a sport meg a mozgás mellett, és ezért van jelentősége ennek a dolognak, nem beszélve arról, hogy a kollégáknak, meg akik a gyerekekkel foglalkoznak, szintén legyen egy megfelelő szintű motiváció arra, hogy még nagyobb aktivitás, még nagyobb intenzitással álljanak bele ebbe a mozgalomba, ebbe a programba. Mészáros Attila alpolgármester a díjátadón elmondta, a példaképek, akik mind a tanulásban, mind a sportban kiemelkedőt alkotnak, megérdemlik, hogy kiemeljék őket. Jött az energiaválság, ami pedig nyilván a létesítmények tekintetében tette nehézzé az idei év második felét, hiszen sok intézményben nehézzé vált a fenntartás. De azt gondolom, hogy közösen az állammal mindent megtettünk annak érdekében, hogy ebben az évben tudjuk a létesítmények jelentős részét üzemeltetni. Ezen vagyunk a 2023-as évben is. A megyében 8 település 22 iskolájának 10 sportágban kiemelkedőt nyújtó és jó tanuló diákjai vehettek át díjat. A tanulók mellett a felkészülést és a megye sportéletét hosszú évek óta alakító pedagógusok és edzők külön díjakat vehettek át.